Szép estét kívánok! Szeretettel köszöntöm az Origo Meccsek Szabolcs Rádió hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit az internet előtt, akik nem csak hallhatnak, hanem láthatnak is bennünket. Bizonyára megszokhatták, hogy a Cinke program általában több dimenziós, több dologból tevődik össze. Ugye talán még emlékeznek rá, hiszen most nemrég lett vége, Farkas Diánának volt egy könyvbemutatója, ami nagyon jól sikerült. Viszont, hogy az est még ne érjen véget, a Cinke programban meghívtuk Domokos Editet, aki elfogadta a meghívásunkat, és van képem hozzá előadás szeretné bemutatni. Nagyon sokat sejtető ez a cím, hogy van képem hozzá, hiszen akik megszokhatták a rádióadásainkat, a televízió közvetítéseinket, azok nagyon sokszor találkozhattak Edittel, ugyanis Edit oszlopos tagja már a Cinke programnak hosszú évek óta, és bizony-bizony rengeteg felolvasásban vett már részt, rengeteg vers maratoni élményben volt már itt részünk. Nem tudom, hogy mivel készültél, versekkel készültél, fotókkal készültél, fotóval, vagy valamivel, láttam, hogy itt már ugye működik a rendszer, és kíváncsian várom az előadásodat, mert ugye ez annyira titokzatos, hogy még én sem tudok róla semmit. Igen, ezt köszönöm először is, hogy meghívtatok. Nagy örömmel fogadtam el. Tulajdonképpen még kint voltam Ausztriában, amikor szólt a barátnőm, hogy elfogadnám ezt a meghívást. Úgyhogy miután hazajöttem, 2 nap alatt raktam össze ezt az anyagot. Ezt úgy nézzétek. Én ezt akkor úgy terveztem, hogy van képem hozzá. Van képem hozzá, hogy állandóan nálam van a fotóapparát és fotózok. Van képem hozzá, hogy bemutassam nektek. És van képem hozzá, tehát én ezt úgy gondoltam, hogy valamiféle verssel is készülök. De mivel hogy ezt ugye 2 nap alatt bírtam gyorsan összerakni a képeket, amit több ezer képből válogattam le, körülbelül 300 képet hoztam el nektek. Ezt megpróbáltam ilyen diaporámes kis zenés aláfestéssel, és ha már a verset ígértem hozzá, olyan bőfél óra alatt raktam össze a verseket ma hozzá. Bocsáss, tehát ez azt jelenti, ezeket hogy ma a verseket, írtam. Igen, ezt akartam kérdezni, tehát ezeket a verseket akkor most ezeket a 2 napba abszolút, írtad? Igen. Tehát nem 2 nap, akkor ma? Ezt ma írtam, egy bőfél óra alatt, és remélem el tudom olvasni, mert 2 szelve van, tehát még arra sem volt időm, hogy átírjam. Úgyhogy ehhez elnézést kérek, de remélem, hogy elbírom olvasni majd. Hát igen, aki a hazánk fia külföldre szabadul, vagy menekül, vagy akárhogyan is fogalmazzak, igen, ugye az úgy jár, hogy amikor hazajön, akkor gyorsan-gyorsan kell cselekednie. Így van. Akkor csapjunk a lovak közé, és akkor én azt gondolom, hogy úgy indítanám, hogy a sorban, ahogy vannak a kis albumok, akkor elmondanám a verset hozzá, és akkor itt a Judit elindítja a képeket. Köszönöm szépen. Remélem, hogy aki az interneten néz bennünket, az is élvezettel fogja látni a képeket, az adást, és hallgathatja a te verseidet. Igen, hát én jó szórakozást kívánok itt a jelenlévőknek. Köszönöm is, szépen. Én azt mondom, hogy akkor foglaljunk helyet mi is, helyet. És akkor hallgassuk és nézzük, hogy miről van szó. Mire is van képed? Hát először is most tavasz lévén én inkább ilyen tavaszi virágokkal készültem nektek. És hát az első akkor a virágok. Színpompás virágok, szirmukat bontják, éled a természet, illatuk ontják. Micsoda kavalkád, micsoda formák, szabályok megszűnnek, oda a normák. Állok és ámulok, öröm, hogy látom. Tarts velem te is, légy a barátom. Egy virág, 2 virág, 100 vagy csak 3, szíved a kezemben, szívembe zárom. Thank you.
Látjátok, ezek már a kis tavaszi virágok, a hóvirágok. Ez pedig hóharangocska. Bocsáss meg, ezek az idei virágok már? Ezek a fotók, ezek tavalyi fotók, de már az idén is kibújtak ezek a hóvirágok. Ez pedig snéróze, vagyis hórózsa, ez egy hunyorfajta. Az egyik kedvencem. Ez a legnagyobb jégben, hóban, fagyban is virágzik. Ezek barackvirágok. Ez saját ám volt. Hát ugye a rádióhallgatók zenét hallanak, és közben egy-két utasítást és egy-két narrátori szöveget ítenik től. Ezek a narciszok is saját virágaim. Kedvencem a francia barack. Annak van ilyen gyönyörű rózsaszínű virága. Képeket azt olyan véletlenszerűen tettem be, tehát direkt egyrészt nem is volt időm arra, hogy rendezzem. Másrészt pedig úgy gondoltam, hogy így talán érdekesebb, hogy véletlenszerűen jönnek elő. Egy kis katica bogár. És a miénk? Már a pöttyökből látom. Igen. Igen, hát az igazi, az a hét pettyes. Ők a jó katicák. Plusz áfa. Igen, ezt a képet, ezt a Pécsi Széchenyi téren fényképeztem tavaly, ezekben a kockákban, ami beültettek. Igen, ráismertünk a szíromról. Gondoltam mindjárt, hogy ismerős lesz a számodra. Madárbirs. Ez a japán birs? Ez a japán birs, igen. Igen, azért mondom, mert hogy nekem is van egy ilyen bokrom. És szúr, mondják itt a közönségben. De hát a rózsa is szúr, és mégis gyönyörű, és életezik. Egy egyszerű kis primula. Azt mindenki ismeri. Ezeket a képeket akkor fényképeztem, amikor a barátnőmmel éppen sétálgattunk, és amikor visszanézte, ő azt mondta, hogy én hol láttam ilyennek. Mert ő is ott ment el mellettem.
Azt hittem, akkor fényképezted, amikor nyílott a tulipán. Hát valószínű, hogy lehet, hogy olyankor úgy volt. Fekete tulipán. Fekete tulipán Alain Delon nélkül. Én csak ott voltam és lefotóztam, ezt valóban a természet alkotta ilyen szépre. Hozzáteszek, hogy nem használok Photoshopot, tehát ami itt látható, azt én így ebben a formában fotózom meg. Kicsit próbáltam már a közelgő nyarat is becsempészni. Mi nagyon lassan van közel. Violák. Csak nyári virág, de valóban a kis esőcseppek miatt tettem be. A következő blokkban két folyót tettem be. Mindkettő szakaszát az Ausztriában. Egy picit várjunk, Judit. Mindkettőt Ausztriában fotóztam, és az egyiket Ingeringnek hívják, a másikat pedig Murának. Ingering és Mura. A víz medrében jön, szalad és kering. Ez egy kis folyócska, a neve Ingering. Ausztriában futkos, zúgva köveken, ezt nézve a lelkemben nyugalom terem. Hova jut, mivé lesz millió cseppje, nem tudom, s nem mondta nekem még egy se. Csobbanó vízcseppek most dalt súgnak nekem, azt mondják, elhiggyem. Szebb lesz életem. Vált most már a kép, a hullámok itt nagyok, s én merengve látom, egész kicsi vagyok. A víz fodrozódik, a muránál állok, alélva jelenben,
még jobb időt várok. Ez igazán franciás, de félig franciául, félig németül van, és én imádom ezt a számot, ezért tettem hozzá. Noch die Magie, die Stadt der Liebe und du und ich weiß nicht, wo lebe und seh. Ich sagte nur okay und wir tanzten beim Rendezvous auf den Champs-Élysées. Voltam fejjenek el. So verliebt in die Liebe an den Ufern der Seine. Je ne regrette rien. Ja, ich ließ es geschehen. Und mein Herz lernt zu pflegen. Jetzt versteh ich es hell. Oh, schon seh. Heiße Leidenschaft und so viel gelacht, das Lied der soha nem tudok vetelni azzal, ahogy a víz, a fodrok, a habok, amilyen formákat tudnak adni. Csináltam téli jeges fotókat is, de azt most direkt nem hoztam, az meg egy legközelebbi alkalommal. Természetesen én a habokban mindig látok valamit. Szívet, képeket, alakokat, arcokat. És verseket. És verseket. Jeges vízbe behajtani tilos. Ez pedig nyáron uram. Fischer, az osztrákok egyik nagy kedvence, egy orosz származású, nagyon tehetséges hölgy énekel. Atemlos, einfach aus, deine Augen sehen mich aus. Atemlos.
ez Tell Vilmosra vár. Ez az arc. De aztán énektem meg jól. Ezek a fotók a Muránál, a Gráci szakaszon készültek. Itt is egy arc. A következő blogban egy kis játékosságot vittem. Macskák és csigák lesznek. Egerésző pajtásaink ide kukucskálnak, eszükbe sincs egerészni, meleg tejre várnak. Csigagabesz tolja szarvát, nagyon siet éppen, párjához megy vacsorára át a kerítésen. Ismerős a macsek? Hosszú csíkot húzott. Mikor átkelt a csiga piga az úton. Átkelt a csiga piga az úton. Átkelt a csiga piga az úton, az úton. Csiga, csiga, csiga az úton, az úton. Az úton, az úton. Két szemmel lobogott, kis szíve dobogott, szágudott és szemembe szórta a homokot. Bobby.
kicsi oszlop mindegy neki. Ügyes manőverrel kikerüli. Vigyázz, fiam! A jó öreg csiga bászolt, de ő csak rohan tovább, nem kolbászolt. Most már szélvész autók között szalomózik. Mehet tovább a vetítés, mert a következő képek az a Madarak a városban. Ehhez nem írtam. Egy kis cinke madárka a cinkéknek ajánlva. A cinkét elég nehéz fotózni, mert nagyon gyors, és hogyha az ember kezébe észreveszi a fényképezőgépet, gyorsan elmegy. Hátot is fordít nekünk. Ez a hasa. Körvös galamb. Egy elég nagy testű vadgalamb fajta. És egy szarka éppen a fészkéhez készül. Ennek a dolmányos varjúnak nagyon megtetszett a féldió. Egyik nagy kedvencem, Edwin Marton játszik. A Rigó azon gondolkodik, hogy kidobhatta el ott azt a csikket. Fotóalanyaim, rigók, galambok, dolmányos varjú, szarka. Tehát tényleg nagyon-nagyon egyszerű és vadon élő madarak, amik a városban próbálnak megélni. És elég jól sikerül nekik. Néha az emberek bosszantásával. A madárnak a nyaka alatt szinte egy madár repül. És az udvarlás. Aztán élnek, mint a galambok.
itt az egylábú madár. Ő most gólyának képzeli magát. A dolmányos varjúnak két szeme van. Jóga. Egy kis laza séta. Neki jobban megy, mint nekem a magas sarkú cipőben. Ezeken a köveken. És milyen szép kis gatyája van, hm? Egy sarkantyúja. Lehet, hogy kakas volt előzőleg. Angyali szárnyak. De ugye egy fecske nem csinál nyarat, ezért itt van mindjárt három. Thank you.
Hát ők nem tudom, hogy narkóztak, vagy csak simán elaludtak, de a földön. És itt néz rám nagy tágult szemekkel, hogy most mi is történt itt. Felébresztettem. Még egy jóga. Azt jelképezi, hogy azért szeressük ezeket az állatokat. A következő blokkba a fákat tettem. Én nagyon kedvelem a fákat minden formában, és amikor lomb nélkül vannak, akkor igazán, hiszen akkor látszik a legjobban, hogy milyen változatos formát tudnak létrehozni. Fák. Szeretem a fákat, ha kopasz az águk. Ilyenkor mutatják igazi formájuk. Kiáltoz a fényért, égre tárja karját, miközben gyökerek a földben marasztják. Ilyen vagyok én is. Bár boldogulnék máshol, visszahúz a szívem, itt maradnék máskor. Ha lombjukat felveszik, jó levegőt adnak, örömmel tölt el, ha még itt maradnak. Korhadó ágak egy mementót érnek. Éled új élet, ha vége a télnek. Egy hold van benne. Elefánttalp, amúgy egy gomba. És az ág végén ül a hold. Egyik nagy kedvencem a platán. Két növény megtelepedett a fán, és virul-virul. Ez a fa nagyon feledékeny volt, és mindig csomót kötött magára, hogy el ne felejtse, mit kell tennie. Thank you.
a felhők az mindig nagy kedvencem volt, és mindig arról álmodoztam, amikor még voltak a 24 kockás korszakban a gépek, hogy ha én nekem egyszer olyan, mint pénzem lenne, akkor én felhőket fotóznék. És amikor a digitális korszak bekövetkezett, ennek már nem volt akadálya, és elkezdtem a felhőket fotózni. Azért, mert én abban is látok valamit. Itt az első képen, itt ezt mindjárt még kifotózta a Judit barátnőm, akivel ezt együtt láttuk, és körülbelül ez 5 percig volt látható, az a átvonuló hajó, az álomhajó vagy felhőhajó. És akkor kezdtem el fotózni, és a legkülönfélébb dolgokat sikerült megalkotnom. Ebben lesz, amikor egy farkast, vagy egy halat, vagy egy ördögöt is úgy néz ki, mintha fotóztam volna. És a blokk második részében van egy szivárvány felhőszállítás. Ezt délután 2-kor Ausztriában fényképeztem. Egyszerűen nem tudtam ellenállni a színeknek, a hatásnak, a varázsnak, annak, hogy egy korom fekete felhő takarta el az egész eget, és délután 2-kor, és ez is csak egy pár percig tartott, és sem eső, sem semmi nem volt, és mégis olyan csodálatos szivárványfényben voltak a felhők, hogy ezt úgy, ahogy volt, válogatás nélkül az egészet betettem a blogba. Írtam hozzá egy kicsit, úgyhogy azt megosztom. Felhők. A felhők képeket rajzolnak az égre, és én kérdem, mi végre? Mi végre van az ember, ha álmodni, játszani nem mer? Hát játsszál most velem, így kérlek, hisz álmodni sohasem vétek. És meglátod, hiszed és érted, csak játék az egész nagy élet. Eljut. Macska. Bárány. Boci. Az orra, szája, füle. Zeus. Galamb. Az ég szeme. Itt a farkas. Itt azt hiszem, ez egyértelmű fal. Megnyílt az ég. A hegyek. Itt egy szív. Az ördög. Hm.
Hát innen jönnek a szivárványképek. Ez a fekete, ez felhő. De ezt minden eső nélkül. Ezt így válogatás nélkül, ezt egyszerűen én ezen annyit rámúltam, hogy úgy gondoltam, hogy ezt így, hogy van, beteszem. És a másik felén már ilyen volt. Itt az út egyik oldala az, a másik fele ez. Próbálkozik elzavarni a felhőt. Az égről szivárványra festi. És itt repül az angyal. A következő blogba vegyesen tettem egy-két érdekességet, vagy amit éppen amerre jártam. Indulhat. Egy kicsit a felhőknek a folytatásaként az ablak. És ugye a
a télből, ami megmaradt. A folyó mederre, amiben csak egy kis ér csörgedez. Ez egy hulladékfémekből összeállított szobor. Grácsban. Ez egy érdekes, itt fotóztam, és itt megjelent ez a valami. És a következő képen már megint nem látni. A barátnőm szerint angyalt fotóztam. Néhány erdei kép és néhány pécsi kép, ami itt látható. Forzaló a Széchenyi téren. Ez pedig az egyetem egy más megközelítésből. És itt vannak a tulipánok, amiket egyesével fotóztam. A tettje. És a havihegyi Jézus. Az oroszlánról olvastam múltkor, hogy édesanyám, igaz az, hogy az oroszlánt is az Isten teremtette? Igaz, kisfiam? Hú, hogy félhetett közbe. Az utolsó, záró blokkommal egy kicsit előre szaladtam, ugyanis húsvétkor én már nem leszek itt, ezért ezzel szeretnék minden jelenlévőnek és mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánni. Igen. Azt hittem csupán, hogy nyuszítül a bűben, oda léptem én, akkor el is küldem, mert az nem egy nyuszi volt. Miért hittem én, hogy nyuszi ül a bűben, te voltál ilyen, elbújtál előlem, hítál, s a két kezed átkarolt. És az óra, várom, hogy jön a nyár. Hittem csupán, hogy nyuszi ül a bűben, oda léptem én, és
akkor el is küldtem, mert az nem egy nyuszi volt. Miért hittem én, hogy nyuszi ül a fűben, te voltál ilyen. Köszönjük szépen ezt az előadást. A versek annyira passzoltak a mondani valóhoz, és azt mondtad, hogy ugye ez ma írtad őket. Igen. Ámultam, hogy ilyen gyorsan ez kiszaladt belőled. Persze nem meglepetés, hiszen te azért egy oszlopos költő vagy itt a Cinke programban. Hát köszönöm szépen, én is a meghívást, köszönöm, hogy ezt mondod. Egy kicsit tartottam az egésztől, mert tényleg körülbelül 2 napom volt rá egyéb teendőim mellett, hogy ezt így összerakjam. Hát ennyi sikerült, így sikerült. Hát, hogyha 2 napod volt rá, akkor nekünk egy röpke időnk volt arra, hogy neked is kedveskedjünk egy kis emléklappal, hogy itt jártál nálunk. Fogadd szeretettel ezt a kis nagyon szépen köszönöm, ajándékot. Köszönöm. És hát jár neked is egy kis virág, amit egyelőre ide vízbe tettünk. Úgyhogy fogad szeretettel virágot a virágnak a virágképek mellé. Hát igen, ez csodaszép, úgyhogy ez lesz a következő. Nagyon szép, köszönöm szépen. A Cinke program hallgatói, nézői megszokhatták, mint mondtam, hogy örökös kiállítás van, tehát állandó kiállítás van az Origóházban. Most jelen pillanatban Radnóti Klára pécsi festőnek a kiállítása látható még 2 hétig. Remélem, hogy ellátogattak ide a Pécs Kommunit 94-98-as épületébe. A recepción bejelentkeznek, fölkísérik önöket, és meg lehet nézni a kiállítást. Természetesen a programjaink ingyenesek, tehát nyugodtan jöjjenek, nem kerül semmibe. A mai napon már ugye köszönhettük itt Farkas Diánát a verseivel, zenével, gyönyörködhetünk kivetített képekben, kis videókban, de viszont egy meglepetéssel is készültünk. Annyira rögtönözünk, annyira improvizálunk, hogy még az itt ülő se tudja, hogy én megszólítom. Viszont abból már kiderül, hogy holnap után ki mit tud lesz, méghozzá a Vasutas Művelődési Házban, ahol egy kis cinketagunk indul is, ugye Balázsné Gyöngyi. És ha már elárultad nekem azt, hogy ott te föllépsz és indulsz, és azt mondtad, hogy egy harmadik helyet szeretnél elérni, nem szeretnél nyerni, én azt mondom, hogy vizsgázzál le most itt nálunk, és add elő ezt a 2 versenyverset, amit ott el fogsz mondani. Lőd le a poént nekünk, már csak azért, mert mi nem lehetünk valószínű ott a Vasutas Művelődési Házban, ezért hadd hallgassuk itt előre, hogy mégis mivel készülsz és hogyan. Természetesen itt a rögtönző zsűri majd mindjárt dönt is. Köszönöm szépen. Az első vers, Rolla Margit, egymás terhét hordozzátok. Kolozsváron egyszer nyáron kint jártam a nagyvásáron. Bámultam egy székely bácsit, ki módosan farigcsált itt. Kicsi bicska, kicsi tábla. Mi is lehet írva rája? Ott sorjázott fényezetten a bordázott szőtteseken, mi már kész volt. Olvasgattam, a betűket rakosgattam egymás mellé, ahogy tudtam. Egynél aztán megmaradtam. Ezt szeretném, édesapám! Legyen ez a vásár, fiám! Édesapám kifizette, a kezembe oda tette. Leveles ág futott rajta, szép, faragott, székelyfajta. Csak örültem, csak ámultam, s a ránézett sort bámultam. Ez állt rajta. Hallgassátok! Egymás terhét hordozzátok. Ez lett az én jelmondatom, ez kísért el nagy utamon. Segítség örömével jártam, boldog kegyelmével. Néha bizony roskadoztam, míg más terhét elhordoztam.
ösztönzőm lett, és végzetem. Így éltem le életem. Megőriztem. El nem hagyom. Most is itt néz rám a falon. Mihály János volt, ki véste kőrös főn e táblát szépre. Így írta fel hátlapjára. Járjon áldás a nyomába. Nikolaus Tamás, Mecseki szén. Végignézek a mecseknek domborulatain, és eszembe jutnak a régmúlt idők dicső dolgai. Történtek ott dolgok, s nem csak a föld színén. E szép hegység gyomrában termett a fekete szén. Mert kérdezem én tőled, mit jelent a szén? És ami neked fűtőanyag, az nekem volt valamikor a kenyér. És ami neked kosz nehéz feladat, az nekem a gyémántosan csillogó, a föld aranya. És akik neked nem mások, mint fekete emberek, az nekem a legszebb család, az összetartó szeretet. És ami nem más számodra, mint iskolában a kémiai elem, az számomra az átélt és visszavágyott történelem. Ha elutazol álmaidba egy átpihent éjszakán, feléd virágos réten a csalogány dala száll. Nekem sem rosszabb az álmom, elhiheted, csak nekem a siktre hívó kürt hangja énekel. S ha megszólal a bányász himnusz, te ezt nem értheted. Neked csak egy ismeretlen dalla, jelentéktelen, de nekünk a hit, a testvériség és a szeretet, mely örökre, akár a síron túl is összetart bennünket.